én szeretem a kihívásokat, meg azért szeretem feszegetni a határaimat. Tehát nem mert bedobni a török között, mert a ringbe akarok meghalni. Tehát volt egy-két buli még annó fiatalon, amikor meg kellett védeni, vagy a barátaimat, vagy magamat, igen. És nagyon érdekes, ugyanazt éljük meg más szinten, de attól még nem kell ledegradálni azt az érzést, mert az érzés az ugyanaz. Nehéz volt neked felismerni, hogyha nem úgy viselkedtél egy helyzetben, ahogy talán azt elvártad magadtól? Fel se ismertem, csak folytam az ára. Sziasztok! Ki ne szeretne nézni egy izgalmas boxmeccset, pláne ha kedvenc hírességeink küzdenek meg egymással. Szerencsére vasárnap esténként a Starboxban pont ilyen mérkőzéseket láthatunk. Többek között Fróner Fecó is boxkesztyűt ragadott, hogy bebizonyítsa, nem csak a fodrásszalomban, hanem a ringben is megállja a helyét. Vele beszélgetek ma a Blik stúdiójában. Szia Fecó, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Hát valószínűleg nem úgy alakult az első és utolsó mérkőzésed, mint szeretted volna. Mi történt? Hát mi történt? Hát két felkészült versenyző feszült egymásnak, és hát igen, beleszaladtam egy bal csapotba. Ilyen a box igazából, én ezt elfogadtam, és mégis úgy érzem, hogy egy győztes dolgot tudhatok magam mögött. Igen, mert hogy nagyon sok felkészülés van emögött. Tehát ahhoz, hogy oda tudj állni a ringbe, ahhoz gondolom nagyon sokat kellett edzeni, és különböző box leckéket venni, talán mondhatom így. Te mennyit készültél a mérkőzésre? Nekem igazából volt egy másik forgatás, ami úgy benne volt így július környékén, vagy június vége környékén lehetett vége. Akkor is így lejárogattam, de nem olyan intenzíven, amikor júliusban így belevágtam ebbe az egészbe. Tehát, hogy 3 hónapot tudtam így készülni erre az egészre, és akkor úgy voltam, hogy ezt kimaxolom. Így heti, szerintem 7-8 edzésen részt vettem. Ezt hogy tudtad kivitelezni? Tehát azért fodrászként dolgozol. Ez... Nagyon-nagyon kemény volt, mert én azért 10 órákat dolgozok, 8-10 órákat dolgozok. Hát reggel 7.30-kor már futópadon voltam, 10-kor már nyitottam a szalont. Utána még dolgoztam, mit tudom, 6-7-8-8-ig a szalomba, utána mentem az esti edzésre. Tehát iszonyatosan megterhelő volt ez számomra. Tehát akkor talán mondhatjuk azt, hogy nem is baj, hogy így alakult ez a meccs. Szeretted volna amúgy még folytatni most úgy őszintén, hogyha ilyen húzós az időbeosztásod? Szerettem volna folytatni. Tehát, hogy hiába, igen, nagyon necces lett, mert pláne nálunk itt most lassan kezdődik a karácsonyi hajtás, tehát ott is én egy szalonnél felelek, meg ott vannak a vendégeim, de után is. Igen, egy kicsit addiktív tud lenni a sztori, mert sokkal mélyebb dolgok is vannak benne, mint az, hogy két ember püföli egymást, tehát hogy ez nem abszolút, kemény. Én még soha nem boxoltam, nem próbáltam, de amúgy most lehet, hogy kedvet kapok hozzá, mert hogy nagyon jó feszültségoldó. Nagyon jó feszültségoldó, és nagyon nagy önbizalmat tud adni, pláne egy férfinak. Tehát hogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt az RTL-től, hogy ebbe belecsapott, mert bár már nincs ilyen kötelező sorkatonaság már a srácoknak, fiúknak, de azért ez egy nagyon... Szerinted kéne sorkatonaság? Nem mondtam azt, hogy szerintem nem feltétlen, de hogy szerintem egy férfinak át kell esnie ilyen dolgokon. Tehát hogy én is azt érzem, hogy most persze volt egy kiütés, és most már edzéseken sokkal bátrabb vagyok, mert már tudom, hogy mi lehet a legrosszabb, és már tényleg már elég keményen kesztyűzünk már a edzéseken. Úgyhogy egy nagyon nagy önbizalmat tud adni, mert bármikor... Neked szükséged volt erre a plusz önbizalomra? Nekem szükségem volt ennek az egésznek a felépítésére. Uh-huh. Tehát, hogy itt van egy gyerek, nekem volt egy családi történet, és akkor utána volt egy válás, apámmal már nem nagyon tartottam a kapcsolatot, és ezért ezt az apai képet, ezt a férfiént, ezt nekem kellett így, nekem kell már így felépítenem saját magamban. És ennek egy nagyon-nagyon nagy... Hogy tudsz ezzel megbirkózni amúgy? Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát kinek mi a nehéz? Mindenki a saját szintjén mérlegeli a saját nehézségeit. Nehéz feladat, igen, elfogadom, de végigcsináltam. És pont ezért volt nekem egy nagyon nagy személyiségfejlődés az egész box, mert már a ringbe úgy mentem, hogy mikor már beálltam a ringbe, annyira nyugodt voltam, és annyira higgadt voltam, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy férfi ezt meg tudja ezt a nyugalmat teremteni, mert ebben van igazából az erő. És a gátlásokat is segít szerintem levetkőzni az, hogy mondjuk egy boxot elkezdesz, és akkor ebbe fekteted az energiát. Neked volt ilyen tapasztalatod, vagy mondjuk ez a feszültség, amit így ki kellett adni? Én egy halálnyugodt gyerek vagyok, nekem semmi feszültség nincs, nekem sincs semmi frusztrációm, semmi ilyen dolog. Én ezeket ezeken dolgozok, tehát hogy azért nagyon sokat önfejlesztek. Hogyan dolgozol rajta?
Én rengeteget meditálok, nekem van egy könyvem, amin leírom azt, hogy milyen minták vannak bennem, ami gyermekkorból hozok, és hogy tudok ezen én fejleszteni, dolgozni. Ezeket nagyon sokat kiírom magamból, nagyon sokat fejlesztem magam, nagyon sokat figyelek önmagamra, és nem és te arról szól. érzékeny is vagy amúgy. Én néztem veled interjúkat, meg voltál már itt korábban, és akkor is elmondtad, hogy egyébként te nagyon érzelmes srácnak tartod magad. Ezt nem volt nehéz egy kicsit így a boxtól elkülöníteni? Mert hogy azért ott fel kell szívni magad rendesen. Hát persze, de az is egyfajta érzelem, az a kemény, az keménységet így beszívom. Tehát én az öltözőben, én mondtam az edzőnek, hogy a másod edzőnek, hogy figyelj, nem mert bedobni a török között, mert a ringbe akarok meghalni. Tehát én konkrétan én ezt kimondtam neki, tehát annyira átszellemültem, és úgy voltam ezzel az egészen, hogy szerintem lehet látni a felvételeken is, hogy egy teljesen más arcomat mutattam. És mert ezt kívántam meg, hogy előjön a férfi énem, az a harcias énem, ami szerintem még bennem maradt, még azért adtam volna ki magamból, de úgy érzem, hogy ennek így kellett lennie, és ez így volt jó. Nekem az lenne nehéz, akármennyire is egy sportról és egy boxról van szó, hogy megüssek valakit. Jó, lehet, hogy lenne, akit mondjuk pont megtudnék, de hogy ez egy szerintem nagyon nehéz dolog. Te ezzel hogy birkóztál meg? Érdekes volt azért edzőtársakkal, én nagyon jó viszonyt ápoltam, és tényleg, hogy munkat nem nagyon akartam úgy tényleg. Hogy Áronnal jobban voltatok? Nem, edzőtársat mondtam, hanem az Áront. Áronnal nem ismertük egymást, tehát hogy így talán még így könnyebb is volt, mert nyilván amikor ott van például a Rácinő és a Kabát Peti esete, ott azért egy jó szoros barátság van, ott azért ezt félre kell tenni. Igen, meg Áron szerintem nagyon határozott, nem ismerem őt amúgy, de hogy az jön le belőle, hogy ő azért tényleg így fel tudja szívni magát egy ilyenre. Igen, van a csávóba stánk, igen. Ezt tudja hasznosítani. Amikor megtudtad, hogy vele kell majd megmérkőzned, akkor az milyen volt? Hát megmondom őszintén, így az egész csapatban azért mit tudtuk, hogy kik vannak benne, hogy vele akartam volna a legkevésbé. Szóval amikor kiderült, akkor úgy voltam vele, hogy hú, oké, hát akkor fel kell szívnom magam. Tehát nem fogok nem azt mondani, hogy jaj, esetleg valaki más vagy benne. Nem, tehát akkor beleállok és végigcsinálom. Sőt, én nagyon hálás vagyok az Áronnak, hogy egy és ilyen... És keményebben edzettél, amikor megtudtad, hogy Áron lesz az ellenfél? Így is úgy is keményebben edzettem. Így is úgy is keményen edzettem volna. Tehát, hogy én nagyon feszegettem a határaimat ilyen téren. De örültem, és nagyon hálás is vagyok neki, hogy egy ilyen ember volt így a ringben ellenem, mert amúgy, amikor a szemébe nézel a ringben, azért nem biztos, hogy sokan bementek volna az ő ellenében a ringben. Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, én sem lettem volna a helyedben nyilván, de hogy ki az, akivel mondjuk szívesen, vagy hát az túlzás, hogy szívesen, mert nyilván senkit nem akarsz felpufozni, vagy nem tudom mit csinálni, de hogy ki az, akivel szívesen megküzdöttél volna? Hát ez most azért nem is gondolkoztam, hogy kérdezed, mert nincs bennem olyan, hogy szívesen most. Nem tudnék kit mondani tényleg, nem tudom, fodrásziparból valakit nézzek, semmilyen nincs. De mondjuk a mezőnyből, tehát hogy a srácok közül. Nem tudom. Mindenkivel más meccset vívtam volna. Tehát az Áronnal is azért specifikus volt a mi meccsünk, mert nekem teljesen más technikába kellett boxolnom, mint amúgy boxolok. Tehát, hogy nekem hátrafele folyamatosan mozgásba kellett tartani, mert ő azért egy erősebb kötésű gyerek. Ha én leállok vele boxolni, akkor nem járok jól. Tehát nekem folyamatosan mozogni kellett ahhoz, hogy ő mozgásban legyen, mert mozgásban nem tud majd akkor átütni. Tehát, hogy ez egy ilyen taktika volt, ült is volna, csak hát ott volt egy blackoutom, igen. Igen, de hogy egy kicsit térjünk vissza erre, hogy megütni valakit. Ez egy tök nehéz dolog szerintem. Te ezt hogy tudtad? Feltételezem, hogy azért nincs benned olyan, hogy mondjuk valakinek oda mennél és így lekevernél egyet. Hogy tudtál felkészülni, hogy igenis, most meg kell ütnöm valakit? Ezt mentálisan kicsit átfordítottam, amikor a ringbe kerülök, akkor inkább úgy veszem ezt az egészet, hogy inkább megvédeni magamat. Aha. Tehát, hogy nem azért, hogy én agresszorként valakit megüssek, hanem azt, hogy inkább megvédem a szeretteimet, vagy saját magamat. Tehát, hogy én támadás ér engem, akkor nyilván nem fogok feltett kezekkel megadni magamat, nem vagyok egy ilyen típus. De ilyen esetben, hogyha kicsit ezt átfolytod, akkor ezt el tudod engedni, ezt az egész dolgot. Volt már ilyen az életedben, amikor mondjuk nem egy boxmérkőzésen, hanem máshol meg kellett védeni magad? Volt egy-két buli még annó fiatalon, amikor meg kellett védeni, vagy a barátaimat, vagy magamat, igen, akkor se vallottam szégyen. Nagyon érdekes pont, hogy edzéseken is, sparring után
megyek le a boltba, és ott is láttam, hogy, hogy az eladóba egy kicsit így kezd kekeckedni a vevő, és akkor is már mennyien érdekes, hogy az ember mennyivel fel van vértezve egy önbizalommal, hogy csak így odáll, és csak megkérdezi az illetőt, hogy valami baj van, és akkor azt mondja, hogy semmi, és akkor kifutott a boltból. Tehát volt egy ilyen incidens is, és olyan érdekes, hogy annyira meglepődtem magamon, annyira sokat változtatott rajtam ez az egész dolog, és nem arról van szó, hogy én keresném a bajt, hanem azon, hogy sokkal határozottabban oda tudok állni bizonyos dolgokhoz. Előtte nem voltál határozott? Tehát akkor nem álltál bele mondjuk egy olyan szituban, amit most itt elmondtál? Előtte érdekes, nem volt ilyen szituáció, de most meg így láttam magamba ezt az egész dolgot, vagy lehet, hogy észrevettem. Észrevettem, hogy látom, hogy valaki például bajban van, akkor csak így oda megyek, csak határozottan megkérdezni, vagy csak így erélyesebben hozzászólni valakihez. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy tényleg én keresném a bajt, vagy bármi ilyesmi, csak hogy van bennem egy ilyen önbizalom, és ez nagyon jó. Uh-huh. Igen, ez tök jó, hogy ez megtanultad így a Starbucksnak köszönhetően, és hogyha már a műsorokról beszélünk, most a Starbucksban is szerepeltél, nyilván ez nem úgy alakult, ahogy ennek kellett volna, vagy szeretted volna, és hogy korábban is voltál más műsorokban, de hogy egyébként... Voltam egy párban, igen. Voltál egy párban, de hogy amúgy van civil munkád, már mennyire civilnek mondható a fodrászkodás, tehát hogy ezt mi az, amiért mégis azt gondolod, hogy neked szerepelni kell? Szeret? Nagyon érdekes, mert ez is így változott folyamatosan bennem. Én nagyon hálás vagyok ezekért a műsorokért, hálás vagyok azért, hogy egyfajta most megnézem azt az énemet, aki elkezdte az egészet, és megnézem most, hogy rajtam nagyon sokat segített. Nagyon sokat változtál azóta, hogyha megnézzük, mondjuk én a Nyerőpárosban láttalak először. Igen, az igen, volt az első. Igen. És hát azt mondhatjuk, hogy azért mentél oda, mert ismert volt a párod, most nem szeretném ezt feszegetni. Igen, persze. És utána pedig folyamatosan jött az, hogy celeb vagyok, menj ki innen, konyhafőnök, mindenhol ott voltál. Gyertek át, nekik sorolhatnám. Nagyon sok műsorban szerepeltél. Miért gondolod, hogy szükség van? Szükség van erre egyáltalán? Én nem nagyon utazok. Nekem ez egy nagyon nagy élmény. Uh-huh. Nagyon nagy önfejlesztés, illetve egy nagyon nagy fókusz kap így a szalonom. Tehát én dolgozom folyamatosan emellett, én nem hagyom abba a munkát. Persze. Tehát emellett én ugyanúgy csinálom ezt. És abba hagynád amúgy? Azért, hogy a szereplés miatt a fodrászkodást? Soha nem hagynám abban. Soha. Nem. Én ezt tudom, ezt, tehát amíg tudom én ezt a kettőt csinálni, akkor miért ne csinálnám? Uh-huh. Tehát én alapvetően egy fodrász vagyok, én abból keresem a kenyérrevalómat, tehát nekem ez a fő csapásirány. Egyszerűen csak egy olyan reflektort kap a szalonom, amivel kicsit fel tudom gyorsítani, mert én így is elérem azt, amit el fogok érni, meg amit el szeretnék, de így ezáltal annyira felgyorsítja ezt az egész dolgot, hogy még hamarabb el fogom érni, és még jut majd idő majd másra is. Akkor egy kicsit promózod magad, mondhatjuk. Mondhatni ezt, hogy ez egy promózás, de igen, mert és ez érdekes. És amióta szerepelsz, azóta jobban megy a szalom? Gondolom előtte is népszerű volt, de hogy azóta több vendége hozzá. Én pont akkor nyitottam a szalont, mielőtt bementünk a Nyerőpárosba. Tehát olyan érdekes, olyan szépen van megírva ez az ív, ez az egész dolognak, és akkor én voltam egyedül. Most már van 3 alkalmazottam. Tehát, hogy is mindenkihez jönnek így a vendégek, és visszajáró vendégek. Tehát én nem arról van szó, hogy én ezt felültem a hype vonatra, és akkor fú, most ezen robogok, hanem nekem már amúgy is megvolt ez a kis vonatom. Tehát, hogy így ez csak felgyorsítja az egész dolgot. Tehát rengeteg visszajáró vendégünk van, és ez az, hogy hiába csinálnám ezt, ha nincs mögöttes produktum, viszont van mögöttes produktum, és ezért nagyon jó ez az egész dolog. Meg ez jó kikapcsolás, hogy elmegyek ökörködni, igazából... Miért jó ökörködésnek? Mert van olyan is, mert például a Gyertek Hátba oda mész, és ellazulsz, és hülyéskedsz. Tehát vannak olyan műsorok, amikor megengedheted magadnak. De vannak olyan műsorok, amikor tényleg rád kíváncsiak, vagy te szeretnéd ezt az egészet megmutatni, hogy valójában te egy értéket képviselsz, és megmutatni azt, hogy a celebvilágban azért lehet olyan dolgot is felmutatni, ami követendő példa is lehet. Szerintem nagyon sokan azt gondolták rólad az elején, amikor elkezdtél szerepelni, hogy egyáltalán nem vagy komoly, és csak ilyen vicces oldalad van. Igen. Ez tudatos volt? Nagyon érdekes, mert ez is szerintem az, hogy azt mertem megmutatni. Hogy volt bennem egy félelem, amikor ott vannak a kamerák, és úristen, akkor én elhűlök bizonyos dolgokat. De ezt is így a kamerák előtt, a műsorok után jöttem, döbbentem rá, hogy azért csinálom ezt, mert hogy el akarom fedni egy olyan énemet, amit nem merek megmutatni. Akár. Ez is én vagyok. Tehát én is ugyanúgy tudok ökörködni, hülyéskedni, nagyon szeretek, de nem a nap 24 órájában. Abszolút egyetértek veled, és tök jó, hogy egy picit így megpróbáltad az állarcokat talán lebontani. Ebben volt segítséged amúgy? Nekem van egy mentál coachom, akihez járok szinte hetente, két hetente, tehát ugyanúgy a meditációnkat mi együtt állítjuk össze, és úgy építem, hogy igen, ő nagyon sokat segít ebben, nagyon sokat segít ezekben a felismerésekben, és ez korábban nehéz volt neked felismerni, hogyha mondjuk valami nem úgy, tehát hogyha mondjuk nem úgy
viselkedtél egy helyzetben, ahogy talán azt elvártad magadtól? Fel se ismertem, csak folytam az árral. Tehát alapvetően most így beszélhetünk nagyon sok mindenről, de hogy így maga az élet most így nem arról szól, hogy befizeted a csekkeket, milyen házad van, stb., hanem ezeket az élményeket hogyan éled meg. És nagyon érdekes, hogy például észreveszem azt, hogy én például nem tudtam aludni a meccsem előtt. És hogy ott volt például az egyik fodrászom, aki másnap a melírfóliák gyakorláson vett részt, és mondtam neki, hogy most 50 fóliát be kell rakni a baba fejbe. És ő nem tudott aludni, mert ő is ideges volt. És nagyon érdekes, ugyanazt éljük meg más szinten, de attól még nem kell ledegradálni azt az érzést, mert az érzés az ugyanaz. Tehát igazából ugyanabban a kis vonatba ülünk, és ugyanazt a mozit nézzük, csak az, hogy hogyan éljük meg a bizonyos dolgokat, az nagyon fontos, és szerintem erről szól minden. És mikor jött el ez a pont, amikor azt gondoltad, hogy akkor most változtatnom kell? Volt valami konkrét esemény, amiatt azt mondtad, hogy most egy kicsit lenyugszunk, és befelé figyelünk? Volt, igen. Pont a nyerőpáros előtt, tehát pont még akkori párommal, Rebivel együtt voltunk, és így éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Nem oké, úgy minden, akkor még... De ez Rebi miatt volt? Dehogy is, nem Rebi miatt. Egyszerűen azt éreztem, hogy így nem tudok haladni előre az életben. A saját magam miatt volt. Tehát ez nem tudsz valamit kivetíteni másra, mert ez minden belőled fakad. Ha nekem valami zavar valakiben, az igazából bennem van. Tehát ez is egy ilyen érdekes képlet. Szóval és akkor éreztem, hogy nem vagyok a helyemben, nem érzem boldognak magam, és akkor kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni, és egyre jobban, és minden jött egymás után, és jöttek a műsorok, és én nem akarok valamilyen lenni, hanem mindig, hogyha például ott olyan akarok lenni, akkor olyan, de nem azért, hogy engem elfogadjanak, vagy írjanak rólam valamit, vagy bármilyen dolgot csináljak, hogy akkor még mindig itt szerepeljek. Írnak rólad amúgy olyanokat, amiket mondjuk nem szívesen olvasol? Nem nagyon olvasom már ezeket a cikkeket, valószínűleg átküldök, akkor jót mosolyogok, de írnak persze, de ez szerintem nagyon fontos, és ez is egy nagy tanulási folyamat, és szerintem minden szerepnek ezt ajánlanám, vagy a közismert személynek, hogy ne foglalkozzon ezekkel a dolgokkal, mert az már az ő stabilitást elveszti. Tehát, hogy mennyire szabad az az ember, aki igazából független a mások véleményétől, és csak saját magának a véleményére ad igazán, mert az neki ez is stabil. És korábban érdekelt téged az, hogy mit írnak rólad? Korábban azért megviselt. Tehát, hogy persze, amikor belecsöppentem az egészbe, nekem nagyon furcsa volt. Neked ez hirtelen jött, nekem ugye? Nagyon hirtelen jött. Tehát, hogy igen, ott pont a nyerőpárossal indult ez az egész dolog, de általában engem mindig azt mondják, hogy jaj, fecsorul, nem írnak semmi rosszat. De azért tudnak valamit írni, meg én is vagyok. Nyilván vannak olyan oldalak, ahol az mindenkiről írnak persze. Mindent. Persze, meg azért előfordult az, hogy elmondtam én is olyan dolgokat, amit rohadtul nem akartam volna, de ott is azt is úgy fogadja az ember, vagy úgy fogadtam saját magam után ezt az egész történetet, hogy igazából elmondtam mindent, fethetetlen vagyok, nem csináltam olyan dolgot, amit szégyelni kell, de hát támadjatok, hát nem kell tehát nem érzem támadásnak ezt az egészet. Folytatni fogod most a műsoráradatot? Hol fogunk látni ezt, téged legközelebb? Ez nem tőlem függ. Kérdezzétek meg a kolosiékat, kérdezzétek meg, hogy mit gondolnak. Megkérdezzük. Mi az, ami milyen műsorban látnád magad szívesen? Most itt a Celebrandiból kiindulva nem tudom, hogy mi a tere szortod. Hát már én sem. Igazából az érdekes, nekem nagyon sokan mondták műsorgyártók, hogy így akárhova így el tudnak képzelni engem. És amúgy ezek szerint tényleg így akárhol így meg tudom ugrani ezt a bizonyos dolgot. Ennek nagyon örülök, mert... Tudsz igazodni a műsor tematikájához. Így van. Én azt észre. Tehát, hogy bárhol megállod a helyedet, és ez nagyon jó, mert ez azt bizonyítja, hogy sokszínű vagy. Ezek szerint igen. Tehát ez nagyon érdekes, mert tényleg annyi, tehát hogy magát a fodrászt is úgy nézik, hogy milyen vendégklientúrája van. Valakinek vagány gyerekek, vagy csinos hölgyek, vagy nagymamák, tehát hogy ezt így lehet így kategorizálni. Neked azért csinos hölgyek vannak. Nekem minden. Igen. Tehát, hogy alapvetően nekem vannak vagány srácok, vannak pénzügyi stratégák, vannak nagymamák, vannak cégtulajdonosok, étteremtulajdonosok, tehát minden, és az a kor minden, tehát én mindenkivel tudok kapcsolódni. Mindenkivel megérzem azt az egész dolgot, mert nem attól teszem függővé, hogy ő mit csinál, vagy milyen stílusa van, hanem milyen legbelül. És ezért tök jó. Ez és ezt annyi idő alatt fel tudod mérni, ameddig ott vagy, és megcsinálod a haját? Festés tudom, hogy sok idő, de hát, hogy azért... Nekem már azért 10 éve visszajáró vendégeim vannak, tehát őket már nagyon ismerem. Tehát, hogy, de így is azért tudok egy kicsit utat adni embereknek, és tudok olyan dolgot mondani nekik, ami elgondolkoztatja. Kérnek tőled amúgy tanácsot is? Pont tegnap volt egy olyan vendégem, akivel elkezdtünk erről beszélgetni, és mondta, hogy ilyen furcsán néz így a családjára, mert hogy így ők nem akarnak többet, és hogy mégis úgy boldogok, és én mondtam, hogy téged az idegesít, és mondta, hogy igen, mondom, nem lehet, hogy téged az idegesít, hogy ők nem akarnak nagy cégnél dolgozni, nem akarnak több pénzt keresni, de így is boldogok.
nem ők, nekik sokkal jobb, mint például neked, aki agyon dolgozza magát, és mégis hajszolja azt a boldogságot. Ha nem látod, hogy boldogok? Fogadd el, és örülj nekik, hogy ők ilyenek. És te boldog vagy most? Én nagyon kiegyensúlyozottnak érzem magam, és boldognak. Azt, hogy ezt az egészet megugrottam, és én bemertem menni egy olyan dologban, hogy én tudtam, hogy van szansz arra, hogy akár padlót is foghatok. Uh-huh. És bennem nagyon nagy félelem volt a szégyenérzettől. Azt, hogy engem megalázkodnak, engem kinevetnek, engem kiütnek. És hát hol van erre a legnagyobb esély, hogyha nem egy ringben? És én ezt vállaltam, és beálltam, és végigcsináltam az egész dolgot, és megtörtént, és nem volt bennem semmi szégyenérzet. És számomra ez egy olyan ugrás volt, ha ettől, a egyik legmélyebb félelemtől nem féltem, és kiálltam, és végigcsináltam, és nem úgy éltem át, akkor ezek után mitől féljek? Látszik rajtad, hogy nagyon kiegyensúlyozott vagy. Én arra számítottam, hogy most jössz hozzám interjúra, hogy majd még poénkodni fogunk, és hasonlók. De amúgy pozitívan csalódtam ebben a beszélgetésben, és köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instagramon és a TikTokon is. Sziasztok! Mondom, ennyi összetett mondatot összeraknél egymás után. Hamar megtanulom ezeket. Szerencsére.